Jó napot kívánok, kedves nézőink! Üdvözlöm Önöket a képernyők előtt! Dobrý deň, milí diváci! Vítam vás pri obrazovkách! Az izsai óvodában Halloween napot tartottak. Minden gyermek jelmezbe ünnepelt, különböző játékokat mutattak be. Mivel a koronavírus ismét felütötte a fejét, a szülők sajnos nem vehettek részt az ünnepségen, de különböző finomságokkal kedveskedtek a gyermekeknek. Dana Sírová tanítónéni és Beatrix Kovács tanítónéni kommentálták a Halloween történetét. V Ižanskej materskej škôlke sa usporiadalo deň Halloweenu. Dečičky sa poobliekali do rôznych maskách a priviedli rôzne hry. Nakoľko COVID-19 ešte stále nám ťažuje náš život, rodičia nemohli byť prítomní, ale prekvapili detičky s malým občerstvením. Pani učiteľka Dana Šírová a Beatrix Kováčová komentovali príbeh Halloweenu. Koniec októbra a začiatok novembra sa na našom území nesie v duchu pamiatky zosnulých. Vtedy si pripomíname zapálením sviečky a rozkvitnutými chryzantémami našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. V materskej škole je nosnou témou tohto obdobia jeseň ako ročné obdobie. Deti sa oboznamujú s ročným obdobím, ku ktorému sa viaže príroda, zmeny prírody na jeseň, počasie, znaky jesene, zmeny v obliekaní, zvieratká na jeseň, plody jesene, jesenné práce. Každý týždeň rozpracujeme projekt, ktorý u detí vytvára základné poznatky, ktoré každým rokom rozvíjame a vytvárame základy vedomostí, ktoré potom zúročia v škole a v ďalšom poznávaní sveta. Téma jeseň vrcholí tekvičkovou slávnosťou, ktorá pre deti v našej materskej škole znamená halloweenskú párty. Nebránime sa novým trendom, ale ani nepodliehame komerčnému tlaku. Snažíme sa ísť dobou a vo všetkom, čo deťom robí radosť a je príležitosťou pre zážitkové učenie, podporujeme. V súlade s našim školským programom Nezábudka rozvíjame naplánované výkonové štandardy. Našou hlavnou metódou je hra.
zážitkové učenie a tým najdôležitejším pre nás je, aby sa deti v materskej škole cítili dobre. Tým, že naša materská škola je zameraná na rozvíjanie regionálnych a miestnych tradícií, snažíme sa, aby deti nezabudli na minulosť, žili v prítomnosti a budovali si budúcnosť na vlastných názoroch. Výchova k kritickému mysleniu začína už v materskej škole. Čím viac budú deti mať podnetov a vedomostí, tým lepšie si dokážu vytvárať vlastný názor, aby žili spokojný život, ktorý bude postavený na správnych hodnotách a slušnosti. Halloween nie je americký výmysel, len anglické slovo. Svetlonosov vyrábali už naši predkovia, ktorí žili na našom území už pred tisíckou rokov. Magicko smrti a posmrtného života si uctili svetlom, ktoré prinášali do sivých jesenných dní práve darmi prírody, ako sú aj tekvice. Svoju kreativitu dokazovali ich vyrezávaním a vkladaním svetielok do nich, aby našli správny smer a odvahu v tmavých nociach. Dnes pre deti znamená vyrezávanie tekvíc veselú zábavu, masky čarodejníc, duchov, kostier, príjemné mrazenie a trošku tajomna do vecí a dejov, ktoré si ešte nevedia vysvetliť. Čarovná atmosféra svietiacich tekvičiek rozvíja ich fantáziu, dáva priestor na rozmýšľanie a kladenie otázok. A to všetko je vlastne našim cieľom, aby sme v materskej škole naučili deti nielen pasívne informácie prijímať, ale o nich aj rozmýšľať. Pripraviť takýto zážitok pre 30 detí v materskej škole stálo pani učiteľky veľa úsilia, práce, plánovania, tvorenia a dnes je deň, keď všetko toto sa zúročí a dostaneme najväčšiu odmenu, keď nám vaše deti budú po obede doma rozprávať o tom, čo bolo v škôlke, ako sme si urobili tekvičkový deň, kto bol aká maska, komu sa ako vydarilo vyrezať tekvicu a kto aký najstrašidelnejší koláčik zjedol. Prijmite naše aktivity s otvoreným srdcom a radosťou. Prežite v týchto pár minútach, ktoré vám sprostredkujeme pomocou Ižanskej televízie S nami radosti jesene. Posielame vám z materskej školy Nezábudka Vyži plamienok nádeje na lepšie časy, kedy opäť budeme môcť v našich priestoroch privítať aj rodičov a priateľov materskej školy. Všetkým vám prajeme pevné zdravie a pokojné trávenie nadchádzajúcich jesenných sviatkov.
Gyertyagyújtással megemlékezünk a hozzánk közel állókhoz, akik már nincsenek közöttünk. Az óvodában ezen időszakban az ősz, mint évszak téma jelenik meg, amelyen belül a gyerekek megismerkednek az évszakkal, melyhez kapcsolódik a természet, pontosabban az őszi természet, időjárás, öltözködési szokások, állatok ősszel, termések, őszi munkák. Minden héten szétdolgozzuk a projektet, melyből a gyerekek az alapismereteket elsajátítsák, ezeket az ismereteket évről évre bővítsük, melyel majd az iskolában tovább kamatoztathatják. Az ősz téma magával hordozza tök lámpás ünnepet is, mely az óvodában Halloween partiként emlegetünk. Nem az új keletű divatot követjük ezzel, hanem igyekszünk a gyerekeknek örömet szerezni, és az élményekkel teli tanulást helyezzük az előtérbe. Mi az iskolai programunkat felosztjuk betervezett teljesítményi sztenderdekbe, a fő módszer a játék és az élménydús tanulás, hogy a gyerekek az óvodába is jól érezzék magukat. Mivel az óvodánk a regionális és helyi tradíciókra épül, arra törekszünk, hogy a gyerekek ne feledjék a múltat, éljenek a jelenben, és építsék a jövőt. Minél több tudást, ismeretet szerezzenek már az óvodában, annál okosabb és műveltebb felnőtt válik majd belőlük. A Halloween nem amerikai találmány, hanem egy angol eredetű szó. A töklámpást már az elődeink is faragták körülbelül 1000 évvel ezelőtt. A gyertya a megemlékezés szimbóluma volt, ami a fogalmat, a megnyugvást, a megbékélést jelképezte. Viszont a mai gyerekek számára a tökfaragás egy vidám szórakozást rejt, a varázslók szellemek világát még egyáltalán nem értik. A töklámpás világossága fejleszti a fantáziájukat, és helyt ad a gondolkodásra, a többi kérdésre, amely megfogalmazódik bennük. A mi célunk, hogy a gyerekek ne csak passzívan sajátítsák el az ismereteket, hanem gondolkodásra késztessük őket. Elkészíteni és megvalósítani 30 gyerek számára egy ilyen élményt az óvónénik számára sem egyszerű feladat. Sok erőfeszítést, munkát, szorgalmat, megtervezést vesz igénybe. Ezért fogadják ezt az élményt nyitott szívvel, sok szeretettel tőlünk, küldjük önöknek a reménylángját. Egy jobb időkre, amikor újra fogadhatjuk a szülőket az óvodánkban. Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra. Milí diváci, ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia.